Én egész kicsi gyerekkoromban is mindig építettem. Ez valamilyen, nem is nagyon emlékszem, szóval nem emlékszem olyan kiskori élményeimre, hogy ne mahináltam volna, milyen designernek, vagy minek mondanák azt ma. A gyerekkoromban anyai nagyapámnak olyan szerencséje volt, hogy az egyik házát nem vették el a komcsik a 40-es évekbe, mert volt benne egy lakó. És amikor ez a lakó meghalt 60 körül, akkor az öreg tudott megint venni egy házat a Balatonnál, és tulajdonképpen ott voltunk velük, nagyanyámmal és a nagyapámmal, anyai nagyapámmal, a doktor úrral. Ő egy áldott jó ember volt, szóval bármit csinálhattunk szó szerint, azt eltűrték, támogatták, szerettek minket, ahogy ez kell is annak idején. Egy öcsém van, és voltak lenn barátaink, a négy báti testvér, ezekkel voltunk állandóan. Ez Balaton lellén volt, egy nádas mögött, egy ilyen nagyon elhagyatott, ilyen Fekete Istvános hangulatú területen. Nagyon boldog gyerekkorom volt. Tulajdonképpen ebből a nyomorból, amiben mi éltünk, hogy minden nap zsíros kenyér volt, vasárnap volt még szórópaprika paprika tetején. Ebben nem éreztük mi ezt. Tehát a mai fogalmak szerint ez a világ, hogy a nagyanyám elmosta a teljes üveget, meg visszavitték, meg az összes olyan körülmény, amit tulajdonképpen ma a fiatalok mondják, hogy ők milyen zöldek, hát a nagyszüleim így éltek. Az Imre mindig azt mondta, ezt nem nekem, sokaknak mondta nekem, ezt nem mondta, de sokaknak mondta, hogy kisfiam, tök mindegy, hogy mit csinálsz, villanyszerelő vagy, vagy pék, vagy építész, vagy filmes, az a lényeg, hogy azt csináld a legjobban, csináld szívvel, lélekkel, hogy az megtöltse az életedet. Én is úgy gondolom, hogy ez a második. A harmadik pedig, hogy nem csak, hogy ezt jól kell csinálni szívvel, lélekkel, hanem meg kell tanulni anyanyelvi szinten kezelni. Nekünk az építészetet, nektek a filmet, az írónak a regényt, mert ha az ember ezeket nem tudja anyanyelvi szinten, és azért vannak köztünk olyanok, akik nem tudják, az élete nagy része azzal telik el, hogy bizonyítson.